Öt tojás Bukovinai székely népmese Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, Még az óperenciás tengeren is túl, Volt egyszer egy szegény leszerelt katona. Ahogy ment, baktatott hazafelé, Nem volt egy fillér se a zsebében. Betért egy kocsmába. Azt mondja a kocsmárosnak. Kocsmáros úr, nagyon szépen megkérem, Adjon nekem valami ennivalót, most szereltem le, s egy fillér sincs a zsebemben. Majd egyszer meghálálom. Hát a kocsmáros főzött is neki mindjárt öt tojást, és adott hozzá egy darab kenyeret. Jól lakott a katona, azzal elment a falujába. Megházasodott, és dolgozott szorgalmasan. Telt múlt az idő, eltelt vagy tízesztendő, Eszébe jutott egyszer a katonának, hogy ő a kocsmárostól kért egy ebédet. Gondolta magában, elmegy most, s megfizeti, hogy ne legyen adósa. Tett száz pengő forintot a zsebébe, s elment a kocsmároshoz, köszönt neki. Jó napot, kocsmáros! Adjon Isten! De a kocsmáros nem ismerte meg. Kérdi tőle az egykori katona. Nem ismersz meg, kocsmáros? Mikor leszereltem, te adtál nekem egy ebédet főztél öt tojást, s adtál egy darab kenyeret. Most eljöttem, hogy megfizessem az árát. Hát, uram teremtőm, a kocsmáros elkezdett számolni. Lássuk csak. Öt tojás a tíz alatt mennyit ér. Hát én azt az öt tojást kiköltöttem volna, lett volna öt csirke. S ha az megnőtt volna, tojt volna darabonként huszat, az már száz darab tojás. Azt én, ha kiköltöttem volna, lett volna belőle száz darab csirke, és azután azok felnőttek volna, tyúkok lettek volna. Akkor azok mennyit tojtak volna? A tíz esztendő alatt egy ezer pengő forintot számolt a szegény embernek. Megijedt a szegény ember, s azt mondja. Kedves kocsmáros úr, nincs nekem annyi pénzem. Én csak az öt tojást jöttem megfizetni. Ki hallott már ilyet? Ha nincs pénzed, mordult rá a kocsmáros, megyek a bíróhoz, s feljelentelek. A szegény embert a kocsmáros feljelentette. Hazament a szegény ember a falujába nagybúsan, hát ahogy baktat az úton, összetalálkozik egy barátjával. Azt kérni tőle barátja. Mi bajod van, kedves komám? Úgy lehorgasztod a fejed, csak nincs valami baj. Jaj, de hogy nincsen, édes egy komám. Hallod-e, hogy jártam? Ezelőtt tíz esztendővel, mikor leszereltem, útközben egy kocsmában megettem öt tojást egy darab kenyérrel. Most elmentem, hogy megfizessem. Hát a kocsmáros a tízesztendő tendő alatt, amennyi jövedelem abból az öt tojásból lett volna, azt mind felszámolta, és most nem tudom kifizetni, ezért aztán feljelentett a bírónál. Ne búsulj te ezen, kihúzlak a bajból, barátságból. De ne mondd el senkinek, amikor megkapod a papírost, hogy menj a bíróságra, add csak ide, elmegyek én helyetted. Úgy is lett. Nem telt bele sok idő, egy-két hétre rá megkapta a szegény ember a papírost, hogy menjen a bíróságra. Oda adja a komájának, a komája csak zsebre tette. Megint eltelik egy-két hét. Megint kapott a szegény ember egy papírost, hogy menjen a bíróságra. Ezt is odaadta a komájának. Ekkor a komája felöltözött szép ruhába, ahogy a bíróság elé kell menni, s megjelent a bíróságon. Azt kérdi a bíró. Te vagy az az ember, aki megette az öt fő tojást? Én vagyok, uram, feleli büszkén. Az első idézéskor miért nem jelentél meg? Azért, uram, mert főztem a pityókát, a krumplit, hogy elültessem. Hát neked hibázik az eszed? Főt pityókát akarsz elültetni? Abból ugyan nem lesz semmi. Igen, uram, de a főt tojást is, ha a kotló alá tették volna, abból se lett volna semmi, s ha a kocsváros a főt tojást felszámolta, hát gondoltam magamban én is megfőzöm a pityókát, s elültetem. Hát, ha lesz abból is valami. Akkor a bíró nagyot kacagott. Na te szegény ember, menjél szépen haza, nem kell fizetned semmit. Huszonötöt kap a kocsmáros a fenekire. Így a kocsmárosnak huszonötöt vertek a fenekire, és a szegény ember nagy boldogan hazament, elújságolta a komájának, mit végzett. és a barátja még ma is köszöni, hogy kihúzta őt a bajból. Itt a vége. Fusse!